különböző domborzati formákat szemlélteti az Alba Innovár új okos homokozója. A homokbuckák elkotrásával azonnal leszkenneli a megváltozott földrajzi helyzetet a berendezés, majd a mélység és a magasság megállapításával a megfelelő szint vetíti a terepasztalra. Jelenleg a Pákozdi csata helyszínét formálták meg, ehhez az Innovár szakemberei katonákat is készítettek 3D nyomtató segítségével. Mindez nem jöhetett volna létre a város, illetve a HubMed cégcsoport támogatása nélkül. Az elmúlt 7 évben több mint 100 millió forintot biztosított a cég a Tudás Központ fejlesztésére, illetve a különféle projektek megvalósítására. Ezúttal 14 millió forintot ajánlottak fel. 7 évvel ezelőtt azt éreztük, hogy egyre inkább növekvő szükség van a munkaerőpiacra kikerülő embereknél a digitális készségekre. Azt vettük észre, hogy az akkori oktatási rendszer erre nem volt felkészülve, és az Alba Innovár pont ezt tűzte a zászlajára, hogy növelje már általános iskolai korban a diákoknak a digitális felkészültségét, és ebbe kívántunk becsatlakozni. Akkor egy ilyen digitális LEGO programmal azóta nagyon sokfajta célra adtunk több mint 100 millió forint értékben pénzt. A helyi adóbevételből tudunk ilyen célok megvalósítására fordítani. Cserpalkovics András polgármester kiemelte, fontos, hogy a lehető legtöbb támogatást nyújtsák az innovációk megvalósításához, hiszen, mint fogalmaz, ez a jövőbe fektetett közös erőfeszítés, amelynek minden szempontból megvan és meg lesz az értelme. Az Alba Innovár, mint digitális élményközpont és az ehhez kapcsolódó iskolákban megjelenő okos tanterm, teremprogram, a felkészült digitális technológiával, a köznevelés, közoktatás tekintetében is már dolgozó tanárok, ez már egy olyan mozgalom, ami meghatározó ennek a városnak az életében, viszont ez csak partnerségben és együttműködésben valósítható meg, hiszen ez egy drága program, viszont nagyon nagy a társadalmi hatása. Székesfehérváron már 14 iskolában tanulhatnak így a gyerekek, jövőre pedig további 3-4 iskola egy-egy tantermét szerelhetik fel modern eszközökkel. Laufer Tamás, az Alba Innovár vezetője kiemelte, a technológia csak az első lépcsőfok, hiszen fontos, hogy a tanárokat megtanítsák az eszközök professzionális használatára. A legfontosabb része az, hogy a tanári karoknak a 10%-ával a pedagógusoknak folyamatosan kapcsolatba állunk, képezzük őket, fejlesztjük őket, hogy ők ugye a gyerekekkel sokkal hatékonyabban, sokkal érdekesebben tudjanak órákat tartani. És ennek a programnak az a folytatása, hogy létrehoztunk egy olyan pozíciót az iskolákkal egyetértésben, minden iskolában van egy felelős tanár, aki azért felel, hogy minden tanárt fejlesztenek digitális kompetenciára. A vezető elmondta, hogy a digitális pedagógia menedzser programot is a támogatásból valósították meg. Azokat a pedagógusokat támogatják, akik az iskolákban folyamatosan segítik a programban résztvevő kollégáikat, és maguk is részt vesznek továbbképzéseken az Alba Innovárban. Ugyancsak a HubMed jóvoltából az Alba Innovár nyári táborai teljesen térítésmentesek lesznek idén.